kaptunk. Sziasztok, szép estét mindenkinek, Serfőző Péter vagyok, ez itt a Brand Guide Live. Ma este Kisapátiból jelentkezem a Szentgyörgyhegyről, úgyhogy egy kicsit imádkozzatok, hogy az Istenek is velünk legyenek az internet kapcsolattal. De ahogy megszokhattátok, ma is egy vendéget fogadok, vagy vendéggel beszélgetek, aki meghatározó szereplője a magyar design életnek. Ráadásul egy nagyon sokoldalú szereplője, és én ennyit mondanék előjáróban, fogadjátok sok szeretettel Kis Miklóst. Szia Miklós! Sziasztok! Most már megszólalhatsz, most már lehet beszélni. Na, igen, örülök, hogy... Mondd csak, bocs! Mondom, feljött a felkonf. Igen, igen. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, itt vagy ma este velünk, és... Azzal gondoltam indítani, hogy nem tudom, hogy van-e névjegykártyád, de ugye előzetesben is mondtam, hogy egy nagyon sokoldalú alkotó, művész vagy. Hogyha van névjegykártyád, akkor mi a titulus rajta? Ha nincs, akkor meg mi lenne? Nincs. Igazából az a baj, hogy ez a tipikus esete annak, amikor annak sosincs, aki csinálja másoknak. Valahogy egyébként én amúgy nem is nagyon tartottam soha szükségét, mert mindig úgy voltam vele, hogyha valaki akar, az megtalál, vagy ha meg bemutatkozunk egymásnak, akkor meg általában aki fontos, annak úgyis elmented a számát valamilyen módon, vagy az e-mail címét. De ahogy beszoktam általában mutatkozni, mert mostanában így mindig ki kell írni egy csomó helyre, hogyha így van valami projekt, vagy mostanában, hogy kiállítok, vagy a könyvekben, ahogy szerepelek. És ott azt szoktam mondani, és ez csak angolul hangzik jó, hogy designer and visual artist. Magyarországon mindig annyit szoktam írni, hogy akkor designer és képzőművész. Aha. De a visual artistot azért szerettem, mert az tök sok mindent lefed. Mármint, hogy az így, oké, abban így nagyon sok minden belefér, és akkor ott nem kell nagyon magyarázkodni, vagy ha valaki bővebben érdekel, akkor nyilván az rákérdez, hogy egész pontosan mit fedez. Szuper, szóval... visual artist. És hogyha belekérdez, akkor az miben részletezed még? Mik hát ezek a fő highlightok? Megpróbálom, mert hogy tudod, az mindig ilyen gyanús, hogyha valaki több dolgot csinál egyszerre, úgyhogy ilyenkor törekszem arra, hogy ilyen nagyon egyszerűen és gyorsan update-eljem arra, hogy akkor ebben van mondjuk belső építészettől a mondjuk grafikai dizájnon át a képzőművészetig, és akkor utána kicsit finomítom mindegyiket, mert ha mondjuk ott be tud az ember dobni egy-két olyan dolgot, amit esetleg a másik ismeret, attól függ, hogy most Magyarországon vagy külföldön, akkor mondjuk így már meg lehet szépíteni a beszélgetést. Mert, és akkor a gyanú árnyék a levetű rólad, hogy ez a mindenhez értek, vagyis semmihez. Mindenhez is, igen. Mindenhez is. De ez is, igen. Ez szuper. Igen. Jó, és hogy mindenkivel azzal szoktuk kezdeni, hogy honnan indult, és mik voltak az első meghatározó élményeid, vagy meghatározó események, amik ide a visual artistságig vittek. Honnan indult neked a pályád? Hát, hogyha nagyon-nagyon messzire akarunk menni Ádám és Éva felé, akkor azt mondom, hogy én amúgy Dunajvárosban születtem, igazi panelproliként. És viszonylag korán rájöttek így óvónők meg szüleim, hogy nagy áhítattal a tarokban még mások egymást verik, vagy
épp a Legón veszekednek. És akkor, mivel nekem így tele volt rajzolva, például volt egy pártnapló, amit így megszereztem így szülőktől, vagy szóval itt hányódott valahol, és telerajzoltam minden, amit így láttam, és mivel már úgy elég korán kiderült az óvónők számára, hogy én már rajzolok kezeket, mármint, hogy vannak újak, de azok nem csak pálcikák, hanem úgy megpróbálom megrajzolni őket, és pont akkor indult egy évvel korábban egy rajztagozat az Arany János Általános Iskolába Dunajvárosba, egyébként egy ilyen ultra 70-es évek modernista épületéről beszélünk, ami fekete-fehér kockás volt. És ezért oda integrálódtam. Ott egyébként már szakosodás volt, meg egyébként rendes felvételi, tehát én már effektíve általános iskolás koromban felvételiztem. Ezt úgy képzeld el, hogy kétfordulós volt, és volt rendes rajzfeladat, tehát bement, és mondjuk kaptál csigát, meg nem tudom, mit le kellett rajzolnod. Ugyanúgy, mint egy a középiskolás felvételiknél. Aztán ide bekerülve egyébként az volt az érdekes, hogy nekem másodéves koromtól már rendes művésztelepre kellett járnom, tehát én mondjuk nyaranta biztos, hogy egy vagy két hetet eltöltöttem művészteleteken, és de ez alatt azt, hogy mondjuk megfordultam mi van a Dunakanyarban, ez a híres művésztelep, ahol a csomó híres magyar kommentbe várjuk a megoldásokat. Művész megfordult. Most nem fog eszembe jutni egyébként a helység neve. Na mindegy, ilyen helyeken meg Orfűn, és aztán olyan körülbelül a negyedik osztályos lehettem általános iskolában, amikor egyébként megvásárolt az iskola egy művésztelepet Orfűtől nem messze. Isten háta mögötti kis faluban, ahol körülbelül 7 ház állt, amiből egy a miénk volt, és abból körülbelül 3-ba laktak még. És csupa ilyen falu vette körül. A mai napig nem értem azt, hogy egyébként annyi idős gyerekeket hogy tudtak elengedni úgy, hogy mi így elmentünk délelőtt, kaptunk valamilyen, tudod, ezt a tipikus zsonnás zacskót, amiben volt egy darab konzerv. Gyíkhús. Az, igen, és akkor kaptál hozzá 2 szelet ilyen jó száraz szikkadt kenyeret, meg valami paprikát, ami már a napon megaszalódott, meg hozzá némi ízét, és aztán egész nap barangolhattál, és amikor volt kedved, akkor visszajött, és természetesen vacsorára vissza kell térni, hogy mondjuk az időérzékem az honnan volt, meg egyetlen másoknak honnan volt, azt nem tudom, meg az is, hogy mi tényleg így elmentünk a szomszéd faluig, ami mondjuk, mit tudom én, volt 10 kilométerre, vagy nem tudom. Ez 8-10 évesen kb? Igen, ez kb az az időszak volt, és ez végig követett egészen, mit tudom, 7. osztályos koromban volt az utolsó. Aztán utána felvételiztem, de én eredetileg egyébként Pécsre akartam menni az ottani kisképzőbe, és így egy kicsit ilyen hányevetén kezeltem a budapesti kisképzőnek a felvételét. Többek között egyébként elfelejtettem magammal vinni rajztáblát a felvételire. Aztán végig is oda is felvettek grafikára, ahova jelentkeztem. Ott egyébként nagyon érdekes volt, mert akkor volt az átállás, tehát én még 2 évet úgy töltöttem az ottani grafikán, hogy akkor még szeparálva volt a számítógépes grafika és az ilyen egyéb ilyen, igen, ilyen manuális ilyen művészeti grafika. De mivel ez megváltozott időközben, ezért nekünk rebootolnunk kellett magunkat a számítógépes grafikából, a számítógépes grafikusoknak meg a képgrafikából kellett. Így mi egy ilyen gyors talpalón kezdtük el elvégezni ezt. Emlékszem, az még azok a Macintosh gépek voltak, aminél így leültél a Photoshop mellé, beadtál neki egy effektet, aztán utána elmentél részkartot csinálni, mert kb. 2 óráig nem csinált semmit a gép, vagy tehát addigra végzett. Ha ez az effekt rosszul sült el, akkor csináltad előről az egészet, és kitörölted. És még emlékszem, ilyen zip drive-ok voltak. Ezek után volt az, hogy én felvételiztem, először az iparművészetire felvételiztem, és azt is akartam, de természetesen elmentem a képző felvételére is, és aztán én egy ilyen iszonyat szerencsétlen húzással bekerültem abba a szituációba, hogy az érettségi bizonyítványomat elrontották, ugyanis a névsorban egyel előttem lévő hölgynek a nevét írták be, ugye anyukájának a nevét írták bele, de én ezt nem vettem észre, mert hogy én csak arra ügyeltem, hogy kinyitottam, megmutattam a szülőknek, úristen, kurva jó, és mentem a felvételére. És ezt nem is én vettem észre, hanem a felvételén vették észre, viszont így nem volt, az iparon még egész szigorú volt a rendszer, és ezt ki kell cserélni. Viszont addig, mivel nem volt legálisan meg az érettségi bizonyítványom, és
az érettségi elnökünk egyébként akkor pont az Iparművészeti Egyetemen a grafika szaknak a főmuftia volt. Ő viszont nem volt elérhető, mert ugye már nyár volt. A kisképzőben meg nem nagyon volt titkárság, így két napig nem felvételiztem, hanem ott ültem kint a folyosón, és azt vártam, hogy valaki végre elhozza a kisképzőből az új érettségi bizonyítványomat. Ezen viszont olyan mérges lettem, hogy az Iparművészeti ennyire kibaszott velem, elnézést, hogy utána a következő évben jutsanán jelentkeztem oda, és csak és kizárólag a képzőre adtam le a jelentkezésemet, és oda is mentem el, ugye. Így már nem akadhatott össze a felvétel sem, az utolsó forduló. Akkor ebből lett az, hogy oda felvettek így képgrafikára. Ott az elején egyébként én már rögtön igazából rebelisnek számítottam, mert én installációkat kezdtem el csinálni már a művésztelepen is, ami abból állt, hogy mondjuk lehajtogattam, Isten tudja mennyi, például ilyen lecseppenő vízcseppet papírból, és azt így egy hajtát így megeresztettem vele, és közben alulra meg behajtogattam a szétcsobbanó eső cseppeket, ezeket megvilágítottam, vagy UV-ra érzékeny damilból ilyen fényinstallációkat csináltam. Talán amúgy lehet, hogy... Mutasd meg nyugodtan. Tudok mutatni, hogy így a kezdetek kezdetén honnan érkeztem. Figyelj, amíg keresed, addig egy kérdés, hogy ez teljesen világos volt, hogy képgrafika és nem tervező grafika? Nem volt ez ennyi. Hát, igazából amiatt volt, hogy én ugye kezdet-kezdeten is képgrafikára jelentkeztem, az csak ilyen fura szituáció volt, ugye, hogy ezt összevonták akkor pont. Uh-huh. És valahogy én azt gondoltam, hogy fú, hát a művészeti grafika az aztán mégiscsak az nagyon valami, és hogy az kell erőltetni, mert hogy az a királyság. Aztán most persze tök jó, mert most pont nem látom a mappát, de semmi gond. Mert... Szóval, ha megtalálod, akkor oda váltok majd a képernyővel. Addig pedig mondom, hogy igen, és a képgrafikáról, meg egyébként valahogy egy kicsit, tehát hogy valahogy az történik szerintem, hogy az egyetemen, amikor oda mész, akkor ugye van egy víziód arról, hogy mit fogsz kapni. Viszont nem igazán teljesen tudod azt, hogy azt is akarod-e végigcsinálni. És amikor oda mész, akkor még az volt benned, hogy igen, mert a képgrafika, hogy részkarcokat, meg részmetszeteket lehet majd csinálni, meg majd litográfiát, meg mit tudom én. Később rájössz arra, hogy ja, hát igen, de hogy a közben a művészeti élet az haladt előre, és mivel az egyetemen hozzájutsz egy csomó könyvhöz, meg minden, és update-eled magadat, így rájössz arra, hogy a kortárs képzőművészet az nem pontosan ez, vagy nem biztos, hogy te a kortárs képzőművészetből pont ezt akarod csinálni. Ezért valahogy ebből megpróbálsz kiutat keresni. De hogy, és akkor innen jött az, hogy akkor miért nem rajzolunk térbe, ez volt az UV-installáció, uh-huh. Egyébként most pont megtaláltam, úgyhogy... Akkor váltok is. Tehát ezt így kell elképzelni. Azta. Hogy ez például így a puszta közepén csináltam egy ilyen nyitott ajtót, és akkor ez így... És aztán azon gondolkodom, hogy... Igen, itt ez volt az, ahol... Én most el akarom pörgetni oda, ahol már így jobb anyagok vannak. Na, de úgy csináltam egy ilyen óriás létrát is, az ilyen 6 méter magas létre volt egy temetőben, ami ugye csak akkor látszódott, hogyha este volt, és meg volt világítva, hogyha ha lekapcsoltam a fényeket, vagy kivilágosodott, vagy szóval nappal lett, akkor semmit nem láttál belőle. Meg csináltam egy ilyen 12 ajtós folyosót. Ezek azért ilyen borzasztó rossz képek, mert abban az időben még ilyen diára fotóztunk, még nulla digitális kamera nem volt, és így próbáltuk prezentálni annó az egészet, tehát így azt tudtam lefotózni, amit érzékelt az a kamera akkor. Na mindegy, ez volt a kezdet, innen indultam, és utána a képgrafikáról pont ezek miatt, az installációk miatt valahogy így összetűzésbe kerültem a vezetőséggel azon, hogy így nem nagyon volt grafikám. Annak ellenére egyébként, hogy én megnyertem ott a Barcsai díjat, egy nagyon jó barátom, aki a mai napig barátom, és amúgy egy tanár, a Szigeti Gábor Csongorra,
és aztán vele együtt egyébként bejártuk Spanyolországot ebben a konstellációban, mert ott sorban nyertük ezeket a pályázatokat meg. És aztán már akkor, én egyébként Maugrádórához kerültem festőszakra, na, azt se csináltam sose, tehát körülbelül volt 6 darab festményem életem során, vagy 7. Ott is tök más csináltam, az egyetlen munkám, az talán a diplomamunka, amit így, de az is inkább installáció volt, mint festmény, ez így nézett ki. Kapcsolód. Ez meg volt festve. Ja, igen, 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 akkor. Aha. És akkor ezt egyébként beválogatták a Ludwig Múzeumban egy kiállításra, meg az Eszeum Múzeumban volt kiállítva. Szóval innen indult az egész karrier. Így, amikor viszont kijöttem az egyetemről, akkor egy vasam nem volt, mert hogy arra senki nem készített fel, hogy az élet az amúgy jön, és oda már pénzre van szükséged, úgyhogy komolyan el kellett gondolkodnom, hogy mit akarok csinálni. És mindig elmondom, hogy ez egy nagyon vicces történet volt, de hogy mi összeálltunk páran, és már az egyetem alatt ilyet VJ-ztünk intermédiás barátaimmal, és volt egy ilyen vita közöttünk, hogy kell csinálni ennek a csapatnak egy logót. És amikor én is elkezdtem volna dolgozni így ezen, akkor olyan óvatosan közölték a barátaim, hogy akik egy együtt voltam a csapatban, hogy nekem talán nem kellene, mert én úgyis csak festőművész vagyok, tehát ezt nekem hagynom kéne a francba, mert hogy nem értek ehhez. Ezen annyira berágtam, hogy utána, nem tudom, 2 hét volt erre, én az alatt megtanultam újra kezelni az illusztrátort, és addig nyűjtem, amíg egyébként az enyémet választották. De értettél hozzá egyébként, ha mélyen így magadba gondolsz? Mert nem tanultad előtte, vagy tervezőgrafikai dolgokat tanultál? Hát, olyan szinten tanultam, amit a dobozmekkeken lehetett tanulni a középiskolában. Aha. De hát az igazából az teljesen megváltozott. Freehand addigra már nem is volt, amikor én már kijöttem az egyetemről, úgyhogy ott már illusztrátor kellett újra tanulni. De hát kb. Semmire nem emlékeztem az egészből, csak úgy próbáltam valamit összerakni. Emlékszem az elején még az a teljes naivitással, azt a pár fontot tudtam használni, amit tudod, így beadott a rendszer. Impact volt az egyik, emlékszem. És aztán egyébként Nagy Mázlival egy olyan lányjal jártam, aki kiment Londonba tanulni, és igazából én akkor kezdtem jól, vagy jobban teljesíteni, amikor én egyszer véletlenül Londonban benn voltam a Victor and Albert Múzeumban, és láttam a logóját. Mert hogy beadom, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri. Meg jött egy kérdés, hogy látható ez a VJ-s logó valahol? Szerintem nincs meg nekem. Amúgy volt az esküvőnk, és akkor kaptam egy ilyen kis szórólapot róla, ami még megvolt. De az az igazság, hogy én nem tudom, hogy hova tettem el. Uh-huh. Amúgy egyébként valami csőegyszerű dolgon mozgott, a ex néven futott az egész, és 3 tojás alakú betű volt, vagy 4 tojás alakú betű volt össze kapcsolva valahogy. De akkor is már össze volt kapcsolva. Ja, az egyébként igen. És egyébként, na, és ezt azért is akartam megmutatni ezt a Victor and Albert Museum logóját, vagy ezt a V&D logót, mert hogy nekem innen ered egyébként az egész ligatúra szeretete. Mert hogy megláttam ezt a logót, és azt mondtam, hogy így passza meg, ez tök kortárs még mindig. Pedig, ha jól tudom, a 80-as években csinálták. És azt mondtam, hogy na jó, ennél rosszabbat nem csinálhatok ezentúl. És akkor innen indult az, hogy így jó, addig gyakoroljunk, hogy amíg ezt a világot el nem sajátítom, hogy így el lehet vágni betűket, meg össze lehet kapcsolni újra, meg mit tudom én. Szóval az egész ebből a logóból táplálkozott. Hozzá kell tegyem egyébként, hogy áldozatokat sokat követelt az egész sztori, mert anno ugye az ember mindig csak éppen, hogy ki tudja fizetni az első albérletét, amikor önállóvá válik, de az internetet már nem tudtam fizetni, ezért loptam a netet anno. Viszont valahogy
a hatósugara egyre húzódott befelé, úgyhogy így utána a lépcsőházból kellett netezzem. Úgyhogy az volt, hogy benne megcsináltam valamit, és utána kirohantam a lépcsőházba elküldeni az e-mailt. Komoly. És akkor jól értem, kikerültél az egyetemről, onnantól kezdve te szabadúszó vagy, és nem voltál alkalmazott stúdióba, vagy ügynökségnél? Nem voltam. Megmondom őszintén, hogy az elején megpróbálkoztam vele, de két stúdió is azt mondta, hogy menjek vissza festeni. Nem túl sok bizalmuk volt felém annó. Úgyhogy valahogy úgy jött, hogy akkor így nyilván az ember elkezdett ott valamiket fusizni a ismeretségi körben, és akkor valahogy elterjedt a róla, hogy ezt vagy azt tudja csinálni. És akkor nyilván valahogy egyre jobb munkák jöttek, és aztán volt ez a pont, amikor már nem nagyon kellett válogatni, hanem jött, és akkor, mármint, hogy én válogattam igazából, és nem jelentkeztem érte. Egyébként ezt nem tudom, mikor fordultál, de ez csak ilyen teljesen váratlanul átalakult ez az egész. Aha. És most egyébként jelen pillanatban nagyon tudsz szelektálni, vagy nagyon kell szelektálni, vagy ezt hogy tudnád kifejezni, hogy mi a nagyon helyzet? És a feleségem mindig elmondja, hogy nagyon kell, és egyébként őszintén megmondom neked, hogy körülbelül egy ilyen 3 éve kezdtem el jobban szelektálni, mert, és ezt ő mindig elmondja ilyen nagyon szépen, hogy a batch vágy az mindig hajtott, és azért mindig, ami jól hangzott projekt, arra lecsaptam. Uh-huh. Ezzel konkrétan egyetlen egy probléma van, szerintem, hogy illetve attól függ, hogy ki mit akar csinálni igazából, tehát nem azt mondom, hogy ez probléma, de hogy ugye van az egyik oldal, az, hogy te egy olyan tervező vagy, aki effektíve azt szeretett csinálni, hogyha megtervezel másoknak úgy, hogy te tulajdonképpen egy kaméleon vagy, tehát te mindig tudsz azonosulni azzal a projekttel, amiben épp vagy. Ezért viszont beáldozod azt, hogy mondjuk a portfóliód biztosan tele lesz nagyon jó és nagyon szép munkákkal, de nincs egy olyan nagyon kifejezett stílusod, és emiatt mondjuk nem mész el abba az irányba, mint mondjuk például a Jessica Walsh, amely a Zagmeistert említetted, aminek van egy ilyen nagyon ikonik stílusa, amit így, vagy nem tudom, Malika Favre-t ismeritek-e. Igen. Nem tudom, lehet, hogy mindenki be kéne írni. A Zagmeistert itt említed, azt még a műsor előtt beszélgettük, csak hogy képbe kerüljön. Ja, oppá. Azt hittem, ez már most elhangzott. Ez a... Igen, igazadban. Igazad volt ezzel az első 15 perccel kapcsolatban. Hát, hogy azt is, ezentúl csinálunk egy ilyen pre-műsort, amikor az első 15 perc is benne lesz. Igen. Fábre. Igen, szóval itt ugye van egy csomó alkotó, aki meg átfordítja ezt, és egy idő után azt mondja, hogy igazából nem akarok mindenkinek megcsinálni mindent, hanem én azt szeretném, hogyha én úgy válogatom le, hogy engem keressenek meg a stílusom miatt. Tehát ez két különböző attitűd, amiben egyébként mindkettőben nagyon-nagyon jó tervezőket találunk, ugye? Uh-huh. Tehát nem azt mondom, hogy az egyik rosszabb, vagy a másik jobb, csak ezt szerintem el kell dönteni az embernek, hogy milyen irányba megy tovább. És én egyébként a kettő között lebegek most, uh-huh. És egyébként pont ez volt a baj, hogy én egy ilyen kaméleont játszottam egy csomó ideig, de úgy, hogy közben egyébként meg voltak önálló törekvéseim, önálló olyan gondolataim, vagy olyan stílusom, ami egyébként egy csomó esetben meghatározó volt, vagy az emberek így tudták, hogy ez tőlem jön. És egyébként pont ez okozta azt a nehézséget is, mert hogy az elején én azért kezdtem el például a belső építészetbe is belemenni, egyébként az is nagyon vicces, hogy a belső építészet majdnem ugyanúgy kezdődött, mint a grafika, hogy egy barátom, egy vacsoráztunk náluk, és valahogy beszélgettünk a különböző munkákról, és akkor ő viccből azt mondta, hogy te majdnem olyan rossz belső építész lennél, mint amilyen rossz grafikus én vagyok, vagy valami ilyesmit mondott, ő egy építész volt, és akkor... Ezen így elgondolkodtam, és azon gondolkodtam, hogy honnan tudod, ha nem próbálom ki.
És akkor innen jött az, hogy egyébként mennyire igaza van, hogy mennyivel jobb lenne egyébként például, ha már arcolatokon dolgozol, úgy együtt dolgozni, mert ezt a világéletemben utáltam, hogy, és egyébként ezért jók azok a projektek, ahol van egy ilyen jó artdirektor, mint például egy Zagmeister, mert hogy ott csúszik félre egy csomó dolog, hogyha nem azon a stíluson megy végig egy adott brand. Tehát, hogy ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy mondjuk mindenkiben kellő alázat van, és mondjuk egy ügynökség összefog egy rendszert, és azt mondja, hogy alattam van mindenki, és megcsináljuk ezt az egészet. De nyilván közben Magyarország meg kicsi ahhoz, meg egyébként tök jó játékteret ad ezek európai ére arra, hogy nincs annyira nagyon leszeparálva az, hogy ki mihez nyúlhat, és mihez nem. Emiatt sokan lehetnek belső építészek, vagy sokan lehetnek grafikusok, ami néha jó, néha rossz. Viszont emiatt mindenkinek az egója működik benne egy projektben, és akkor ilyenkor összeáll mondjuk 2-3 tervező, az a legrosszabb sokszor, mert ha nincsenek egy összhangon, akkor elkezdenek versengeni egymással, és akkor ki a fasz a gyerek címén, mindenki akar valami nagyon vagányat tolni a helybe, ami lehet, hogy nem sínyi meg ezt, mert lehet, hogy az emberek látványra azt mondják, hogy ez nagyon, nagyon jól néz ki, de mélyen bent te tudod, hogy amúgy igazából te itt ilyen egóharcos voltál, és csak azért csináltál mindent, hogy nagyon kitűnj. Legyen nagyobb, legyen szerint. És letold a másikat azéről. Ennek vannak szerencsés esetei, amikor a versenyzés az odáig megy, hogy ez jót szül, van, amikor meg nem annyira. Egyébként én emiatt volt az, hogy jó ötletnek tartottam azt, hogy de jó lenne egy kézben tartani mindent, és akkor nem tudom, csináljunk olyan helyeket, vagy brendeket, aminél mondjuk ez együtt tud élni. Mondjuk, aha, figyelj, tudom, ilyen, hadd kérdezek közbe, igen. Hogy mondtad ezt a különbséget, hogy vagy valaki kvázi, de inkább beszéljünk arról, ami irányba te mentél, hogy megvan a stílusod, és azt a stílust próbálod, hogy amiatt keressenek meg téged, mert hogy te Kis Miklós ilyen, és te ebben szeretsz alkotni. És ez tök oké. Az a kérdés, hogy egyrészt szerencsés vagy, hogy megtaláltad azt a stílust, vagy hát nyilván dolgoztál érte, meg kialakult, de vannak olyan helyzetek is akár, amikor ez nem adódik meg. Neked ez mikor alakult ki, hogy így ráéreztél, hogy basszus, ez én vagyok, ezt akarom csinálni? Hát, vagy milyen jelei vannak? Csak az érdekesség kedvéért most mindjárt átkapcsolhatod a képernyőmet, most lemegyek a legaljára a BNSM-nek, és akkor megnézzük együtt, hogy honnantól volt, mert én a BNSM-re minden egyes projektemet fölraktam, és visszamenőleg nem töröltem. Leszámítva egyet, amit tök véletlenül töröltem le, és nem akartam utána visszarakni, mert ilyenkor a legelejére rakja be. Hát figyelj, nézd meg, tehát hogy az igazából az elejétől megvolt már ez a fajta betűjáték, tehát hogy tök mindegy volt, hogy mondjuk most egy LEC magazint csináltam, most, tehát hogy látod, itt már belementem ebbe a pozitívan játékba, vagy mit, egyébként a saját logóm is már olyan volt, és ez egyébként egy nagyon vicces dolog, mert ez egyébként a Misztor Falusi Kis Miklósnak a betűtípusából csináltam, és ez egy ilyen jó vicc volt, egy ilyen önreflexió, hogy Kis Miklós, emeljük át az övét, és kicsit update-eljük be, és akkor ez mennyire vicces, hogy visszautalok gyakorlatilag valakire, akit minden magyar tervező ismer. Uh-huh. Szóval én igazából, és már az ilyen mini projekteknél is használtam ezt az effektet. Tehát, hogy valahogy nekem ez jött. Nem tudom, hogy hogyan, vagy miért, de hogy ha megnézed, mindegyik első munka az mind tipó alapú valamilyen módon, és valamilyen módon van benne valami olyan játék, ami ma is jellemző rám. De érdekes, hogy a bevezető történetben, hogy hogyan alakultál, vagy hogy mit tanultál, meg hogy tanultál, ott a tipóról nem beszéltél semmit. Igen, mert ez ugye valahol egy kicsit ösztönösen jött a grafikában, és már az első, mondom, ez talán valószínűleg egyébként mondom a VND logó lehetett az, ami ennyire nagy hatással volt, nem, mert hogy valahogy ugye akkortájt kezdtem úgy belelendülni konkrétabban abba, hogy grafikát vállalok,
mert előtte még ugye, mit tudom én, csináltunk ilyet, amíg a VJ-s csapat volt, hogy még nem tudom, Ákosnak volt valami koncert, és akkor arra fölkértek bennünket, és mi csináltuk a háttér videókat, vagy ezeket a vizuálokat, mi vettük föl, mi forgattuk le, mi vágtuk össze jó páran, tehát előtte még ilyesmi munkáink voltak, meg nekem volt nyilván, mivel festő szakon végeztem, ezért volt egy pár ilyen díszlet, amiben így besegítettem, vagy szóval ilyen falakon ilyen különböző képek, de ez nagyon rövid idő volt, tehát pár hónap csak, amíg ilyesmit elvállaltam, mert mindig hideg volt a raktárakban. Én meg nem szerettem hidegben dolgozni, meg nem szerettem este se dolgozni, mert egy késő éjjel nem nagyon szerettem dolgozni, mert arra nem, ezt sose szerettem, hogyha rákényszerítenek arra, hogy késő éjszaka dolgozzak. Úgyhogy nem tudom, valahogy ebből így, és érdekes módon alapvetően egyből a tipó volt a meghatározó. És mellette meg az az érdekes, hogy valahogy a képzőművészetet meg nem tudtam elengedni, mert hogy közben meg ugye volt ez a Golden Roach projektem, amit így cipeltem magammal állandóan, nem tudom, hogy az emberek ismerik, akik hallgatnak. Mutassuk. Igen, pillanat csak. Igen, azt vártam, hogy beadja. Szóval volt egy olyan projektem, amiben becsempésztem aranycsótányokat múzeumokba. Nem tudom, a világ legjobb múzeumait próbáltam összeszedni, vagy mint Európáért, mert odáig tudtam utazni egy darabig, és akkor mit tudom, én legyártottam a képeslapokat, és akkor azokat behelyeztem a gift shopokba, de úgy, hogy megcsináltam rájuk a hátuljukra a lemás, mert ugye eleve megvettem ott mindenféle cuccokat, és azoknak így a QR kódját ezt lemásoltam, beszkenneltem, és visszaraktam az eredetire, és akkor így nem lehetett észrevenni, egy ilyen Golden Roach-os képeslapok voltak ott, ez például a Louvre, és a Louvre-ban, mondjuk, mit tudom én, abba a szobor fülkébe beraktam egy aranycsótányt, és akkor itt megcsináltam az ehhez hasonló táblát, letakartam vele a mögötte lévőt, és akkor ott üldögélt a kis csótányom. Sose kaptak el? Hadd kérdezzem, ez ilyen kicsit blikkes. Sose. Nem volt sose semmi kaptam. Terrorizmussal gyanúsítás, meg ilyesmi. Nem, olyan volt, hogy kétszer beszívtam azt, hogy éppen ilyen őrségváltás volt a teremben, és akkor mondjuk mitelen csak egy órát volt látható, de például a Louvre-ban késő estig ott maradtunk, és ott mászkáltunk benne, azt vártuk, hogy valaki észrevegye. Bezárásig nem volt, amíg ki nem zavartak a teremben, addig nem vették észre, szóval volt olyan is, ami... De volt olyan is, amit meg már egyébként a feleségemmel csináltam végig, tehát hogy mit tudom, mint a Velencei Biennálét, azt úgy hekkeltem meg, hogy ott mellette van más alkotás is ezen a területen. Szóval ez már közös volt, és akkor mit tudom én, bevittem itt is, és akkor berakosgattam a helyére a különböző helyekre a képeslapokat. És akkor ennek az lett az eredménye, hogy ugye ebből volt egy nagy kiállítás a műcsarnokban, amiben legyártottam 12 ezer darab műanyag csótányt, itt vannak, és akkor elrejtettem benne egy színaranyat, ami viszont gyönyörűen meg volt munkálva, és akkor az volt, hogy minden látogató elvihetett egy csótányt, és aki marha szerencsés volt, az elvihetett egy aranycsótányt, ami itt tudom én, körülbelül olyan 300-350 ezer forintnyi arany tartalma volt. Ezt nem is tudtam. Ez nagyon menő. És jelentkezett? Tudod, hogy ki volt? Persze kellett, mert hogy ugye nekem kellett egy tanúsítványt adnom róla. Egyébként három akkor a képzőszedétemre járó diáklány találta meg. Tök. A sorsfintora, hogy tulajdonképpen igazából el akarták gyorsan adni, mert hogy ők igazából fesztiválozni akartak abból a pénzből. Plusz az a baj, hogy már a kezdetén nem tudtam leállni, mert hogy mit tudom én, például, hogyha eszembe jutott egy ilyen hülye ötlet, ezt egyébként a Brody House-ban lehet megnézni, vagy a Brody Studios-ban, akkor mit tudom én, ilyen hülyeségeket is képes voltam legyártani, hogy akkor csináltam egy ilyen báránylámpát, ami eredetileg vörös fénnyel világított. Ott finomítottunk rajta, amikor a Brody Studios-ba bekerült.
Szóval én mindig így ingáztam a dolgok között. A másik, ami meg nagyon jellemző volt rám, hogy nagyon-nagyon sokszor próbáltam koncepciót adni már a legelején is a projekteknek. Tehát, hogy mit tudom én például, már a Golden Roach projekt is olyan volt, aminél ugye az volt a koncepció, hogy egyrészt ugye ismerünk olyan, például a Scarabeus, ugye az arany Scarabeus, annak ilyen jelentősége volt ugye Egyiptomban, és mindenféle istenség kapcsolódott hozzá, meg ugye görgetni a napot, meg mit tudom én. Miközben egyébként meg benne volt az is, hogy ez a most művészet vagy nem művészet, ez ugye már lerágott csont Duchamp óta, de hogy azért nyilván mindig bepróbálkozol vele, meg még mindig van belőle. Amúgy egyébként becsempésztem az aranybudi mellé is, a Mauricio Catalán aranybudia mellé, még New Yorkban, egy pár évvel ezelőtt, amikor kiállították, és egyébként ő gratulált, de úgy, hogy nem nekem, hanem akkor volt az eljegyzésünk is a feleségemmel, és meg, hogy ez is egy Golden Roach projektnek volt álcázva, ő azt hitte, hogy azt fogjuk csinálni, egyébként a MoMA-ba történt, és ő követett engem a kamerával, ahogy szokott, aztán én kiraktam ugyanúgy a kis táblát, vagy egy kis plakettet a falra, egyébként az Andy Warholnak a Marilyn Monroe-s képe mellé került a tábla, és akkor így hívogattam, hogy jöjjön oda, mert hogy arra gondoltam, hogy elolvassa a táblát, amin így az volt, hogy hozzám jön-e, ugye? Ő nem értette, hogy mi van, mert nem látott el a tábláig, és sürgetett, hogy csináljuk már. És aztán utána ott így elfelejtettem letérdelni ebből, ergo ő nem jött rá, hogy mit akarok csinálni, és akkor adtam neki egy csótányos gyűrűt, egy aranycsótány gyűrűt, és akkor ez egy aranycsótány projekt is volt, meg nem is, és ezt ugye fölraktam a Twitterre, meg fölraktam az Instastory-ba, és a Mauricio Catalán lenyomozta a feleségének Eszternek az Instagram oldalát, és oda bekommentelt egy komment, ilyen egy képes Instagram oldal van, tehát minden nap kitörli az adott képet, és egy újat rak helyette, és utána gyorsan berakott egy olyat, ahol egy lovon lovagol egy vőlegény, vagy egy mennyasszony, és a vőlegény vezeti, és valami olyasmi, valami beírt alá valamilyen ironikusat, ami valahogy arról szólt, hogy igen, hogy semmi sem tart örökké. Jó kis csavar. Ja. Jó sztori. Egyébként nagyon vicces, mert hogy akkor ha már itt tartunk, akkor azt is elmondom, hogy nekem az életem is úgy zajlik egyébként, hogy nincs nagyon különbség a magánéletem és mondjuk a művészet vagy a grafika között, mert hogy például most megmutatom az esküvőnket, hogy ott is nagyon jól szórakoztunk. Hát elve ugye nyilván kellett valamit villantani tipográfiailag is, és nagyon jól jött ki. Egyébként nem az, hogy jól jött ki, hanem így terveztük el, tehát a koncepciója volt ennek, mert hogy 08:18 volt a dátum, és 18 óra 08-kor volt egyébként az esketés is, szigorúan, és ezért tök jól jött ki, mert az 8-as egy NDL lett, és akkor az EN-ben. De a lényeg az, hogy mi úgy küldtük ki a meghívót, hogy volt mert egy képes lap, ami úgy volt megcsinálva, mint hogyha egy ilyen, vásároltuk volna egy ilyen, tudod, egy ilyen művészeti múzeumban, mint a szép művészeti, és mindig egy híres kép volt rajta, amin kicseréltük magunkat úgy, hogy Eszter fotós, és befotózott bennünket úgy, én meg beleretusáltam az adott képbe, egy az egybe úgy, mint ahogy a másik van. Egy darabig nem is jöttek rá, egy csomó nem jöttek rá, hogy van trükk ezekben a képekben. Majd mi úgy hívtuk meg őket, hogy a maga a szöveg az arra invitálta meg őket, hogy egy kiállítás megnyitó is lesz. És hogy meg is tartottuk a kiállítás megnyitót, úgyhogy eredeti méretben kiprinteltettem az összes képet vászonra a saját eredeti méretében. Mindegyikhez megcsináltam a kis üzét, és valóban csináltak egy tárlatvezetést az elején, ahol meséltek a képekről. Igen, szóval így minden sztoriban nekem mindig van valami ilyen jellegű dolog, és én valahogy sose tudom ezt így csak úgy végigcsinálni, hogy ne legyen benne valami számisztika.
és nyilván még a boros üvegeken is rajta volt ez meg. És ajándéként kaptál egy kis füzetet, amit szintén úgy csináltunk meg, hogy a saját élményeinket raktuk bele, amiben ajánlottunk egy ilyen úti ajánló volt, hogyha valahova ide vagy oda utazol, akkor mit érdemes megnézni. És voltak benne ilyen pontok, hogy mondjuk a macskatartás 10 parancsot, ami ugye van egy macskánk is. Amúgy ez borzasztóan jól jött ki, mert az ágyunk fölött egyébként, hogyha már hálószoba, akkor mi oda lapozom. Ez a kép van. A macskával. Igen, és ott a macska. Elképesztő. Én irillésre méltó, nagyon jó, tetszik a koncepció meg, hogy ez így kerek. Azt látod, hogy 40 van, tehát úgy röpül az idő, valami elképesztő. Ja, nagyon. De azon gondolkodtam, hogy még itt most villantok pár dolgot, aha, mert hogy nem tudom ki meg lát, vagy ezért. Én arra gondoltam, hogy villámgyorsan villantok egy ilyen, nem tudom, city brandinget, mert ugye szerintem az tök érdekes. Utána meg bepillantást engedek majd egy kicsit abba, hogy mondjuk milyen egy káosz van az én bordomon, amikor dolgozom, és akkor utána nem tudom, levezethetjük az egészet a te elveid szerint. Nem, nyugodtan. Mutass, láss. Ja, és még van egy, és a végére tartogatunk egy meglepetést, majd igen, azt így elmondjuk. Nekem ez egy ilyen nagy kedvenc projektem volt egyébként, ez a város arculat. Ezt csak azért mutatom, mert méltánytanul kevés bemutatkozást kapott, vagy így itthon Magyarországon nem volt akkora nagy ováció körülötte. Pedig én borzasztóan szerettem. És ezt én nagyon durván fölépítettem, ezt az egész city brandinget, és így levezettem annó, hogy minek kell megfelelni, mert nem is annyira érdekelt a logó készítése ebben az esetben, hanem inkább az, hogy épül fel egy város branding, és milyen mennyiségű dolognak kell megfelelnie, mik tartoznak alá, és ezekből csináltam én igazából, úgy is nyertem meg ezt, hogy először tök más több bíztak meg vele engem, csak megbíztak azzal, hogy mondjam el a véleményemet arról, amit az a másik valaki írt stratégiát, és én azt mondtam ebben, hogy közhelyes volt szerintem. Én amúgy ezt tudni kell rólam, hogy én nem nagyon tudok szépen fogalmazni, mert hogyha valamiről így van kerek véleményem, azt úgy kerek perec megmondom, még akkor se sértő. Mert hogy valahogy ez a... Most egyébként már sokat finomodtam, de régen a dekorációnak a tulajdonosa emlegeti mindig, hogy bezzeg, amikor már ott el kellett mondanom a véleményemet, mint ilyen külsős árdirektor a munkákra, akkor mennyire finoman fogalmaztam, hogy ne sértsek meg senkit. Bezzeg, aki tőlem jött el, és ott design direktor lett náluk, az a lány elmesélte, hogy hányszor pityeredett, amikor én elmondtam a véleményemet, plusz a feleségem is mesélt erről, mert nekem általában az szokott lenni, hogy első ránézésre ránézik, és azt mondom, hogy ez szar, de egyébként ezt tartom magamnál is, tehát hogy magamnál is az szokott lenni, hogy ránézek, és így ez szar. Visszatérve a város arcolatra, nyilván itt van megint egy nagyon vicces koncepció, hogy akkor észrevettem, hogy itt ezek az utcák kb. Úgy futnak, mint egy K betű, meg hogy ott van ez a valami, és akkor 4 meghatározó épület van ott a főtéren, és akkor legyen ez a logó. És akkor ez mind szuper, de hogy utána jöttek az olyan érdekesebb dolgok, hogy ugye kell mindig egy ikonik szereplő, nálunk, mivel itt született Ripla, egyébként más is született itt, meg más is alkotott itt, Fekete István itt írta a Vuka, stb. De hogy mindig kell egy ilyen nagyon ikonik valaki. És akkor ezért lett Ripla, és Riplanek volt egy kedvenc színe, amit konkrétan beleírt a naplójába, hogy ezt a sárga szín szereti. A kék ez meg onnan jött, hogy a kék az egyébként már eleve benne volt a Kaposvár címerében, meg már használták régen, és akkor én ezt így átvettem. És akkor ez mind nem érdekes, mert lett egy szép websájtja, de hogy azok az érdekes projektek, amikor mit tudom, olyan finomságokig elmész, hogy mondjuk mit tudom, én volt. Egyébként nagyon fontos azt hozzátenni, hogy két fiatal srácra tudtam támaszkodni, tehát ők voltak a pártfogóim, meg ők voltak a segítőim. Ott egyébként az egyik, ez egy nagyon jó grafikus is lett egyébként azóta, és ezt ő nulláról ott kezdte el, tehát hogy velem együtt kezdett el dolgozni. De hogy az ilyenek a szépségek, amikor mondjuk itt van egy ilyen doboz, amit így a friss házasok kaphatnak. És hogy te odáig mész, hogy ilyenekre gondolsz, ilyeneket megtervezel, vagy a toll, amit ugye átadnak, a ilyen dísz toll, meg mit tudom én, meg
kiskendő, a zsebbe, meg mit tudom én, legyen akkor riprona is esernyőd, meg sálad, meg a díszdobozokat, amiket így adsz, különböző dolgokat, amiket ott csinálnak kis manufaktúrák, azokat mind beleágyazod ebbe az egészbe, létrehozol egy kaposvári ilyen kajabrendet. Persze ezek egy csomó elenyészet, mikor én kikerültem a projektből, és biztos, hogy visszaesett a minimumra ez az egész, de egyébként pontosan tudom, például a Kovács Kristóf nevű grafikustól, hogy mivel ő viszi tovább az arcot, hogy ezért bizonyos dolgokat megtartotta. Aha. És annak ellenére, hogy egy ilyen city brandingnél így nagyon szerteágazó minden, ugye nagyon sok mindent kell csinálni, és nem ugyanaz, mint hogyha így következetesen csinálsz tudod egy ilyen brandet, és akkor mindenre rá tudod sikálni ugyanazt a logót, meg ugyanazt a valamit, meg ugyanazzal a betűtípussal. Itt egy város brandingnél ugye nagyon-nagyon sok rétű és nagyon sok dolgot igényel, ezért nagyon tágra hagytuk ezt a keretet, de azért föl lehet ismerni valamilyen módon azokat az elemeket, amik így vissza-vissza ismertődnek, és próbáltuk azt, hogy akkor legyenek ilyen ötletességek, hogy még minden évben kiadtak egy ilyen füzetet, amiben Kaposváron éppen aktuálisan épülő-szépülő dolgokról volt szó, és akkor megpróbáltuk azt, hogy ha a három füzetet összeraktad a harmadik év végén, akkor a hátulján ez a Kaposvár felirat kialakult. Tehát, hogy ilyen mini sztorikat is vittünk az egészbe, vagy itt én csináltam olyat, hogy legyen egy ilyen portálprogram bent, mert hogy egy város attól szép, hogyha van egy szép portálja, akkor mit tudom, vigyük vissza a riplonai monogramot, legyenek ötletes fesztiválfüzetek, nyilván legyen mindenre kiterjedő táblák, stb. Ötletes reklámkampányok, amikkel beharangoztuk az arculatot, ezekben a városból kivezető utakon megmutattuk azokat a riprónai festményeket, amik abba az irányba vannak. Például, hogyha Budapest felé indultál, akkor a Budapesten található riprónai festményeket raktuk bele. Ha Győr felé, akkor Győrben. Ha Pécs felé, akkor a pécsieket. A befelé jövők meg az összes olyat látták, meg Kaposváron van. Vagy például mit a nagypiac oldalában ilyen vicces falfestmény, ahol ez egyébként ez egy eredeti megcsinált molinóból megcsinált fogantyú, tehát olyan, mint igen, fül. Vagy például megpróbáltunk képeket kirakni, hogy legyenek ilyen kertek, ahol mondjuk nagy riprónai képek vannak kirakva. Akkor csináltunk riprónai ilyen VR teret, ide bemész, és akkor itt egy diáknak ez volt a diploma munkája, hogy létrehozott egy festményből egy ilyen VR teret, és akkor itt volt a várakozó, és akkor megcsináltuk a Deseda projektet, mert így fontos volt, hogy a Deseda azonnal hozzácsatolódjon ehhez, mert hogy akkor ez egy ilyen outdoor tevékenységet is feltételez, mert egy város akkor szép, hogyha így van belvárosa, ahol te tudsz kávézni, meg inni, meg enni, de közben még tudsz sportolni, tudsz hegyet mászni, tudsz pecázni, tudsz vitorlázni, stb. És akkor csatoljuk hozzá a Desedát egy brenddel. És akkor ugyanígy hozzácsatoltuk a Zselicet is, tehát hogy volt egy ilyen elmélet, és akkor nyilván ott valamennyit változott mindig az arculat. És akkor persze kellenek az ilyen mintaprojektek, és az ott onnan induló vállalkozásokat, egyébként a Rostopus az pont nagyon jó, ki is nőtte magát onnan, tehát azóta már nagyon-nagyon sok helyen kapható, sőt most már külföldön is. Ez például egy kávémárka, és egy ilyen kis kávépörfökölő, hogyha annak így megcsinálod a brandjét, vagy a brandingjét, akkor így tudod, rájönnek a többiek is, hogy aha, eddig volt az, hogy lehetett szarul dolgozni, de most már akkor kell grafikus hozzá, tehát, hogy, és az így el is indult a városban, egyébként most már egy több szép dolog is van, amit mások készítettek ott tervezők. És akkor ezek mind ilyen mintaprojektek voltak a részemről, mint a Garden is, meg mit tudom én, ez a kávé is, tudom, volt így a sörház is, voltak még sörök, ezek a helyi kosárlabda csapatból akkor ott játszó emberek. Aha. Szóval Kakucs Dávid kérdezi, hogy kb. Mennyi idő volt ez a projekt, mennyi időt ölelt fel? Ez ilyen 3,5 év, azt hiszem, amíg odáig eljutottunk, hogy ezt a posztot megcsináltam belőle. Aha, 3,5 év. És nagyon-nagyon sokat kellett várni, nagyon sok mindenre, mert ugye ilyenkor közgyűlés előtt terjesztenek mindent, és akkor ilyenkor... Döntés van. Döntés van, igen, döntés van. És akkor így bepillantást engedek abba, hogy mondjuk hogy néz ki nálam, hogyha dolgozok bármin, egy ilyen ős káosz. Tudom én. Itt így láthattok egy csomó ilyen azért, ahol mondjuk millió egyszer megvan ugyanez,
Sűrű, alig van különbség néha közte. Vagy mit tudom én, itt is van egy ilyen káosz fellegvára. És akkor arra gondoltam, hogy egy picit még arról mesélek, hogy most hogy próbálom összekötni egyébként, mert hogy a képzőnyszetnél nálam bejött egy ilyen jópofa dolog, hogy meghívtak a teljesen váratlanul a Guangzhou Design Biennale-ra 19-ben, úgyhogy éppen Amerikában voltam, és akkor onnan skype-oltunk a dél-koreaiakkal, és igazából én nagyon régen már csináltam egy ilyen ballroom installáció névre hallgató projektet, aminek az volt a lényege, hogy mindenféle betűtípust összeszedtem, azt hiszem a 15 legtöbbet használt ilyen serif és sans-serif fontot, és azokból mindenféle jelekkel kiraktam ilyen emojikat. És akkor ebből lett az, hogy mindenki elvihetett egyet, de cserébe kellett adnia egy szót nekem. Ott kellett hagynia egy szót, és akkor kisorsoltam, mi a legtöbbet leírt szó, és az a szeretet volt pont, mert miért lett volna más, ugye? Ez körülbelül azt hittük, hogy majd nem tudom, fog tartani 2 hétig, hát 2 nap alatt elfogyt az összes labda a térből, és ezt fölraktam, de ugye nyilván ennek semmilyen foganatja nem volt. Elárulom egyébként azt, hogy nagyon sokáig kopogtattam annó galériáknál, hogy ezt valamilyen galériába csinálhassam meg ezt a projektet, sőt, mivel a Vodafone finanszírozta egy részét, vagy ő volt a támogatóm, akkor így a Vodafone kifizette volna a galériának azt, hogy mi ezt béreljük, egyetlen galéria sem volt hajlandó erre. Azt is elmondták, hogy azért, mert hogy művészi kvalitás kell, és hogy anélkül nem lehet kiállítani, fontos, hogy ezt ne felejtsük el. Ez a projekt ez annyiba is maradt 3-4 évig, és aztán én felraktam az oldalaimra, és onnan szétszivárgott a Pinteresten, vagy innen oda, és a Pinterestről gyűjtötték le ezt a projektet, és nagyon megtetszett, mert mit tudom, a Humanity volt abban az évben a nagy cím, és akkor meghívtak a főpavilonba, egyébként egy híresebb holland képzőművészettel együtt állítottam ki, 4-en voltunk a főpavilonba, és aztán ott annyira sikeres volt az, pedig az egy ilyen béta verziója volt az emogramoknak, hogy akik mondták, hogy akkor így kéne csinálni egy újat, akkor meghívtak Incheonba, az ott van a repülőtere Szöulnak is, tehát ez egy ilyen másik város, de igazából teljesen egybefort Szöullal. Egy ilyen profi galériába, és akkor ott fejlesztettem ki már ezeket a véglegesebbnek mondható formákat, és azóta, mivel folyamatosan hívnak ide-oda Kínában, ezért azóta ezek folyamatosan update-elődés alatt vannak, és egyébként most elárulom a titkot nektek, hogy nem sokára NFT-ként viszont láthatóak ezek, most 99 darab készült ezekből. Egyébként a projekt onnan indult, hogy olvastam 2015-ben egy ilyen jópofa hír tévégén, hogy az év szava ez egy emoji lett. És azon röhögtem magamban, hogy milyen jópofa, hogy az emberek elkezdték az írásukat, vagy az írásbeli kommunikációt jelekkel, vagy piktogramokkal, meg rajzokkal, azokat fokozatosan leegyszerűsítették jelekké, most tök mindegy, hogy latin ABC-ről beszélünk, vagy a kínai kalligráf jelekről, és akkor ezekből az internet forradalomnál, ugye, vagy az ilyen nagy mobil és internet kommunikációs boomnál, Japánból kiindulva elkezdtünk a jelekből összeávdálni mindenféle figurákat. Ezt olyan tökére fejlesztettük, hogy utána a jeleket is elfelejtettük, és most már csak figuráink vannak, vagy piktogramjaink, amik egyre szofisztikáltabban néznek ki, és képesek vagyunk csak ikonokkal is kommunikálni időnként, sőt a kommentek egy jó része már csak ikonokból áll, mert szavakat nem is írunk, és akkor innen jött az ötlet, hogy akkor milyen jó pofa lenne ezekbe az emojikba visszarakni ezeket a szavakat. Persze úgy, hogy egy kicsi ilyen rejtét is adok hozzá, mert azért vissza kell fejteni egy csomószat, tehát nem egyből nem mindegyik kiolvasható, és akkor ebből táplálkozik ez a projekt. Ez most így nagyon kezd lenni, tehát nagyon sikeres, és már vannak belőle szobrok is, amik egy része most érkezett haza, egy részét meg most gyártjuk egyébként egy Beijing-i kiállításra, és az odáig ment, hogy mit tudom én, már ilyen óriás cuccok vannak, meg már volt kollaboráció a Porsche-val, akkor ilyenkor bizonyos helyszínek azok itt totál tele vannak emogramokkal. Láttam a Lévisszel is. Igen, mindenféle reklámkampányok is készülnek, de úgy egyébként úgy képzeljétek el, hogy mondjuk mit tenni Kínában ilyenkor, mondjuk abban a városban van olyan, hogy becsatlakozik egy cukrászda, és olyan tortákat kezd el gyártani,
mert ilyenkor a licenszet kapják meg, ugye, és ilyenkor egy csomó mindent ők is csinálhatnak belőle. És akkor mit tudom, most megmutatom azt, hogy mondjuk most készülünk egy Ningbo-ba, egy újabb, nagyobb kiállításra, és akkor így néz ki az első leadott vázlat hozzá. Ez egyébként egy megvalósult, ez Chongqingban volt, hogy miket hova fogunk elhelyezni majd. Utána lesz majd ilyen kávézó, mit tudom én. Ja. És akkor erről talán így ennyit. És akkor arra gondoltam, hogy még bevezetek egy utolsó dolgot. Mint fontokat is tervezek, ugye, mostanában van már kint kettő itt a weboldalamon, úgyhogy... Várjál, mielőtt tovább szaladunk, egy dolgot még az előbeszélgetésben mutattad, hogy az arculatot tervezel, és hogy oda is be tudtad csempészni a felvarróba, tehát hogy a művészet és az alkalmazott világnak a metszete, igen, ezt mutassuk meg, mert szerintem ez tök izgi. Igen, ez most készült el ez az arcot, még nincs publikálva, meg egyébként még nincs befejezve az egész. Cukovi egy magyar márka. Nekem azért tetszett meg, mert egyébként pont most készülnek ki az ázsiai piacra, és akkor így gondoltam, hogy ez nekem így feküdni fog ez az arculat. És például a bevarrójúba, ami benne a kabátban van, ott emojikkal van elmagyarázva, hogy te hogyan moshatod egyébként ezt a kabátot, meg minden. És akkor ez ilyen egyedivé teszi a kabátot, hogy akkor nem az van, hogy itt csak beleírod az egészbe. Ez az őrület egyébként, amit mondtam, hogy most már így nem nagyon tudok elmászni amellő, hogy valahogy ne legyen több egy arculat, és hogy legyen benne valami plusz, amit ugye azt mondod, hogy na. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor azt még jól behányom ide, hogy egyébként pont ezért csináltam meg a Guggenheim Múzeumnak az ilyen rebranding, mert hogy baromira szeretem ezeket a mögöttes tartalmakat, és mit tudom, azon kívül, hogy mondjuk a koncepcióban én megtartottam az eredeti betűtípust is, azon kívül mondjuk olyan jópofa játékokat rejtettem el benne, hogy azért lett kék, mert az Yves Kleinnek az International kékére, ami megtalálható több Guggenheim Múzeumban is, vagy például a prezentációban elrejtettem, most keresem pont az ilyen nagyon jó pofa gegeket, hogy például mondjuk az ikonokkal elmeséltem egy sztorit, amiben te múzeumot látogatsz, és akkor van azok a jó pofa könyvek, amikor tudod, így a gyereknek mindig be kell helyettesíteni azt a szót, és az le van rajzolva neki. A Szezám utcának volt egy ilyen könyve, amit imádtam. Vagy például ezek a vizuális jó pofa gegek, hogy mondjuk ez ugye nem lehetséges, ezek a játékok, vagy mondjuk az, hogy ja igen, tehát hogy az ilyen jópofa sztorik, vagy a Mondrian tipó, tehát én eleve, vagy például ezek a jópofa ilyen kitekintések, hogy nézd meg az eredetit, vagy hogy igen, vagy ez. Ahol ugye a többi új nem is létezik Mauricio Catalánnak a szobrán, és akkor el vannak rejtve benne, hogy egyébként ez a jegy amúgy az Amerika című művéhez szól, de az Amerikai című műve ez a Budi volt, és az amerikai Guggenheimben volt, ez meg viszont Olaszországban van ez a szobor. Tehát, hogy így én mindig ezt az intelligens játékot mindig beleszeretem vinni ezekbe az égbe, és akkor így volt ez is, hogy ha Ázsia felé terjeszkedünk, akkor legyen ilyen popkultúrális kikacsintás így a projektben, abba az irányba, hogy ha Ázsia, akkor aztán mutassuk meg, hogy mi volt a gyökér, vagy mik voltak a gyökerek ennek az egész sztorinak a színes kabátok mellé. Szuper, jaj, köszi a kitekintést. Én azt gyorsan nem kell annyira gyorsan, ezt akartam javasolni, hogy én úgy látom, hogy nem fáradnak a nézőink sem, úgyhogy egy 5-10 percet rá tudunk húzni, hogy megnézzük azokat, amiket szeretnél. Úgyhogy bátran mutasd a tipod, meg majd a meglepetést is. Ez így egy ilyen káosz most megint, tehát ez csak abba láttok bele, hogy hogyan készült, vagy hogyan kezdtem gondolkodni rajta. Nagyon sok esetben egyébként az új betűtípusok mindegyike egyébként
egy már létező tipomból indult el, tehát mondjuk egyszer megcsináltam ezt a Las Vegas tipot, és utána arra gondoltam, ez nagyon jó pofa ez a betű, kéne csinálni ebből valami vagányat, nyilván jó sok ligatúrával, mert azt szeretem. Egyébként a többi typeface is úgy indult, hogy mondjuk mit tudom én, a maszkué typeface-t igazából azért terveztem meg, mert rebrandingelni akartam. Mindjárt megkeressük, de nem is itt van, hanem mert rebrandingelni akartam a Harper's Bazaar arculatát, amit meg azért akartam rebrandingelni, mert egyszer Koreában vettünk egy koreai Harper's Bazaart, és addig nézegettem a borítót. Közvetlenül a Gwangju Design Biennale-ok kiállítás megnyitója előtt volt, hogy leskicceltem ezt a változatot, és utána hazajöttem, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. És amúgy mit tenni, egy fél évig gyűrtem, mire kiraktam. Visszamegyek ide a typeface-ekbe, a Veronese typeface meg onnan jött, hogy egyszer csináltam egy ilyen Easter feliratot, és ez is annyira megtetszett, hogy akkor csináljunk belőle még több betűt. És akkor innen jött az összes többi betű is bele. Szóval visszatérve erre, egyébként az a betűtípus, ez majd most fog megjelenni egy körülbelül egy két hét múlva, vagy egy hét múlva a weboldalon. Ez a Chloe névre hallgat, mert a macskánkat Chloe-nak hívják. És ami miatt megmutattam, az az, hogy most már kapható az újságárusoknál, vagy egy új magazin, ami egy magyar magazin, ez a Hype and Hyper, aki most beupdate-elődik, nem sokára új lesz a weboldala is, a magazin pedig már meg lehet vásárolni, meg elő is lehet rendelni, akkor még ilyen gyönyörű szép kis szatyrot is kapsz hozzá, amit mindjárt, ha megtalálok, meg is mutatok. Ja, igen. Hol vagy? Ja, itt van. Ez így néz ki. Menő. És egyébként ez is egy lubickolás volt, ez a projekt, mert egyébként a weboldalon is van már egy skic, amit meg tudok mutatni. Ez a projekt is egy lubickolás volt, mert itt szabadjára engedtek. Amúgy itt megmutatom, hogy ennyi változat készült, mielőtt neki mentünk volna az eredetinek. És ezek mind csak változatok voltak, ennek egy részét nem is látta. Egyébként én nem nagyon szoktam megmutatni, csak utólag maximum a megrendelőknek, hogy mit csinálok. Általában mindig egy verziót mutatok, és akkor ha nagyon nem elégedettek azzal az egyel, ez mondjuk nagyon ritka, de akkor megmutatom a többit is, amit már csináltam, és akkor abból még egyet mondjuk megmutatok már, és akkor általában azt már át szokott menni. Ezt csak azért mutatom meg, hogy így én magamnak iszonyat sokat gyártok, és utána abból valahogy leszanálom azt, ami amúgy tényleges. Itt adok egy mini ízelítőt mondjuk a belsejéből a magazinnak. Húzzok szépen ilyen jó nagyra. Nekem jól tudom, egészen friss, és ott van a kezedbe is a dolog. Igen, és akkor ezt meg is mutatom. Várjál, mutatom, kapcsolok. Aha. Igen, jó friss nyomdaszaga van. Hú, ez a legjobb. Igen. És ennek igen. Az egyébként... Köszönjük ilyen semmit mondó oldalakat is terveztünk bele. Hogy ezt világszerte fogjátok, vagy fogják terjeszteni a Hypernél. Igen, ez így van. Ez már két hét múlva már eljut Sydneyig, meg Melbourneig, egyébként Londonban is lehet kapni, egyébként egy angol terjesztővel vannak leszerződve, ha jól tudom szerintem. És Berlinbe, Párizsba, nyilván a teljes keleti blokkban, mert egyébként ez a keleti blokknak a lifestyle életérzéséről, gazdaságáról, mindenféle ilyesmiről szól. Nyilván jó sok a design meg az art is benne gyakorlatilag. Na itt megmutatunk pár szép oldalt belőle. Most egyébként kicsit Budapest vagy Magyarország hangsúlyos, ez azért van, mert egy csomó olyan cikket nem tudtunk, vagy nem tudtak megcsinálni, amit terveztek, mert ugye a Covid miatt nem lehetett utazni, ugye? Emiatt amit el lehetett intézni online, azt elintézték. Itt egyébként lehet látni ezt a betűtípust is. Uh-huh.
hogy itt három betűtípusra épül az egész. Egyébként a Hungarnulauttól is van benne egy betűtípus, hogy szép kerek legyen a sztori. És az arculat, tehát hogy hozza ezeket a színeket, meg egy csomó nagyon jó pofa animációt készítettünk a meg... Igen, mert itt én egy csomó illusztrációt is megcsináltam, tehát ezek az én illusztrációimból vannak. Vagy... Ez arra lett volna hivatom, hogy megmutassuk, hogy mikor fog megjelenni hol a magazin, amivel kicsit rábasztunk, mert a szokásos kelet-európai történet, amikor a nyomdából valamiért nem jön ki időben. Vagy ez a ismert szituáció a stalker idős nénivel. Kukkol. Szuper. Igen, tehát itt is megpróbáltuk az összes olyan geget begyűjteni, ami tudod, így Kelet-Európában jelentő, meg a színvilágot is megpróbáltuk úgy alakítani, hogy azok ilyen nagyon ezek a pasztel, de közben ez a erős színekkel megtolva, tehát valahogy nekem ez a ilyen 70-es évek színezett fotói, Kodak, stb. Jutottak eszembe, amikor ez az egész magazin csináltuk, és akkor ehhez hozzátársítottunk ilyen jó erős színeket, mert arra gondoltunk, hogy a Kelet-Európa az jó színes. Tehát, hogy az ilyen, tényleg ilyen, mindent megtalálsz itt. Igen. Na, én nagyjából így a végére értem itt a dumámnak, úgyhogy nem tudom, hogy ha van még ilyen kérdés, vagy neked kérdésed, akkor... Nem, ez szerintem egy tök jó végszó volt, hogy Kelet-Európa ilyen kis színes. Egyébként tök jó volt látni a munkáidat, valahogy egy olyan érzés van bennem, hogy így egy ilyen nagyon pici porszemnyi részét láttuk annak, amit tudtál volna egy igazából mutatni, meg ami van a tarsajodban, de nagyon örülök, hogy ezt láthattuk, meg egy kicsit belőled is láttunk valamit, hogy dolgozol, hogy gondolkodsz, milyen irányba mész tovább. Én ehhez tök sok sikert kívánok, hogy terjedjenek a labdáid és a grafikáid. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltál, és emelted. Nagyon köszönöm én is egyébként a meghívást, meg nagyon élveztem egyébként, szóval köszönöm, hogy részese lehettem ennek a... mert most már én is kiraklak téged. Ja nem jó, mert ilyenkor magadat látod. Szóval én is nagyon köszönöm egyébként a lehetőséget, meg hát sok sikert a következő ahhoz is. Köszi. Figyelj, egyébként majd simán én ezt tervezem folytatni még későbbiekben, úgyhogy majd ha lesznek újabb gondolatok, meg mutatni való, akkor majd újra szívesen látlak. Úgyhogy köszi szépen. A nézőktől is elbúcsúzunk. Most a Brand Guide Live is elmegy nyaralni, és össze fog visszatérni, úgyhogy ez volt az évet záró kis Miklósa. Igen. Minden esetre, ha nyáron nagyon hiányzik a live, akkor menjetek föl a weboldalra, vagy a YouTube csatornára, és ott meg tudjátok nézni az összes korábbi adást, így a mait is. Úgyhogy mindenkinek nagyon jó nyarat kívánok, vigyázzatok magatokra, és akkor össze újra találkozunk. Szia Miklós! Sziasztok!